Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kismelek József, egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, volt katonai attasé. Azt nem mondom, hogy mesterként, mert ugye a szocializmus ideje alatt lett katonai attasé, és akkor már mesterkémek nem voltak csak a filmekben, de a világon mindent tud, amit tudni kell, hisz annyi helyen, annyi országban szolgált. Hát akkor a legfontosabb, itt van ez a svéd csavar. Mennyire van biztosítva a mi repülőgép leasingelésünk a további biztonságos légkör fenntartása? Hát az attól függ, hogy milyen megállapodást köt a magyar kormány, illetve a svéd kormány, pillanatnyilag az esélyek nem olyan nagyon jó, a kedvező van, mert lejáróban van. Lejáróban van, igen, ezzel már foglalkoznak nyilván, mert ez nem egyik percről a másikra valósul meg. Én úgy gondolom, hogy ha jóvá hagyják magyar részről a svéd NATO csatlakozást, már pedig más megoldás nincsen, akkor ebbe az évben ez eldől, hogy ebbe a hónapban eldől a jóvá. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, hogy hamarosan kezdődik a új parlamenti ciklus, és az elsők között fogják megtárgyalni. Azért mondom, hogy ebbe a hónapban ez eldől, mármint a Svédország NATO csatlakozása, és utána ez a dolog is haladhat a maga útján, hát itt meg kell tárgyalni, hogy milyen feltételekkel, egyáltalán meghosszabbítják-e a leasing szerződést, vagy vásárolunk gépeket, vagy van még szükség rá. Van rá pénzünk, ezt le kell tárgyalni. Van rá pénzünk, vagy van-e szükségünk ezekre az új gépekre? Hát nem tudom, hogy új gépek, nem hiszem, hogy új gépek, a jelenlegi gépeket használjuk, csak a szerződést kell meghosszabbítani, a leasing szerződést. De ahhoz el kell dönteni, hogy leasing szerződés marad, vagy esetleg megvásároljuk, vagy veszünk még többet. Hát nem olyan sok ez a gép, ami nekünk van, összehasonlítva a többi országgal, mert azért látjuk, hogy itt a környező országban is azért nagyon komoly üzleteket kötöttek, ami a repülőgépet illeti. Én úgy gondolom, hogy ebben meg fognak állapodni, miután ez létrejött, mármint a Svédország NATO csatlakozásának az elfogadása. De ez nem egy kis beruházás, nem véletlen, hogy idáig csak leasingeltük ezeket a gépeket. Persze, nem tudom, hogy minden. Ezt nem lehet megmondani, hát emlékezünk vissza, amikor a gripeneket is vásároltak, úgy volt, hogy F-16-os. Egyik napról a másikra kiderült, hogy nem, hanem mi a S-39-es. Tehát ezt a magas körök tudják, hogy mit akarnak, egyáltalán tudják, illetve egyik percről a másikra születhetnek meglepetések a döntésben. Ezek, lehet, hogy F-35-ös veszünk. Ezek a gépek alkalmasak kell, hogy legyenek 24 órát a levegőbe tartózkodni, nem. Vagy ezeket csak alkalmasítják? 24 órát nem tartózkodik a levegőbe, de utántöltéssel meg lehet oldani, hogy sokáig tartózkodjon, tehát állandóan nem kell ennek a levegőbe tartózkodni. Egyrészt váltják egymást, másrészt pedig most már vettünk ugye Brazíliától olyan gépet, hogy meg tudják valósítani a légi utántöltést, tehát magyarul levegőbe föl tudják tölteni keroszinnal a gépet, úgyhogy hosszabb ideig és nagyobb távolságra. Az F-36-osok rendelkeznek ezzel, akkor más gépek is rendelkeznek. Persze, ezzel. Hogy rendelkeznek. Hát végül is arról van szó, hogy ez a brazilok, amit most veszünk a braziloktól, ez elég rövid időn belül készen lesz, akkor meg tudják oldani a légi utántöltést. Tehát, hogyha messzebbre akarják küldeni, akkor megoldható ez. A köztársaság elnöki Totóban, ami a magyar média kedvenc új játéka most, hogy mindenki megpróbálja borítékolni, hogy ki is lesz az új köztársasági elnök jelölt. Látjuk a honvédelmi miniszternek a nevét is. Jót tesz az egy ilyen nemzeti honvédségnek, hogy a minisztert vagy a vezérkari főnököt sűrűn változtatgatják? Hát a sűrűn változtatgatják, az nem biztos, hogy jót tesz, de hát sajnos a szükségtörvényból erre szokták mondani. A vezérkari főnök az jó, ha mondjuk egy időszakot, egy kadenciát letölt, de hát ez nem jó jött ki. A miniszterről nem tudok, hogy mi lesz vele, mert lehet, hogy elő fog lépni, lehet, hogy nem. Ezt, hogy most ki lesz a Novák Katalin utóda, ezt majd eldönti az Orbán Viktor, senki a más. A magyar államiságban, aki a honvédelmi miniszter fölött van, az akkor tulajdonképpen a köztársasági elnök? A honvédelmi miniszter közvetlenül a miniszter elnöknek van alárendelve, mint a kormány tagja.
Igen. A hadsereg pedig a főparancsnokság szempontjából a köztársasági elnöknek van alárendelve. De végül is a hadseregnek a működtetése az inkább a kormány részéről történik, mert hogy az állami költségvetésből finanszírozzák. Tehát itt ez egy rókafogta csuka, ami itt van Magyarországon, de más országnál is gyakorlat az, hogy a legfelsőbb vezető, mondjuk nálunk ez a köztársasági elnök papíron, ez azt jelenti, hogy neki van alárendelve a hadsereg, nem őt tőle kapják az utasítást. Tehát ez inkább felmentéseket és kinevezéseket kiad? Attól függ, kit kell felmenteni és kinevezni. Tehát, hogyha a minisztert kell mondjuk felmenteni, akkor ebbe benne van a köztársasági elnök, a miniszterelnök javaslatára. Tehát értem. Mindenképpen összefügg, vezérkari főnök szintén. Tehát a vezérkari főnöknek a kinevezését a köztársasági elnök adja jóvá a miniszterelnök felterjesztésére. Nyilván a miniszterben van. Hívjuk akárminek, ami történik itt a közelünkben. Én orosz-ukrán háborúnak hívom, Oroszország ezt másnak hívja. Teljesen normális, gondolom én, persze én tévedhetek, hogy a környező országok, akár NATO tagállamok, akár nem, fegyverkeznek, megpróbálnak a toppon lenni. Nálunk mennyire kézzelfogható ez a fejlődés? Igaz, hogy nálunk is vannak programok, ami szerint modernasítják a hadsereget, de ettől, hogy háború van a szomszédban, ettől egy kicsit ez felgyorsul? Ettől minden országban felgyorsul, tehát nem vagyunk mi itt a térségben egyedül, aki felfegyverkezett, vagy fegyverkezik. Ha megnézik a kelet-európai országokat, Finnországtól egészen Törökországig, mondjuk annak nem kell nagy fegyverkezés, mert eléggé föl van szerelve így is. Azt lehet látni, hogy minden országban van. Igen, de én nem marok fegyverekre gondolok, hanem légelhárításra. Hát persze, nyilván mindenkinek megvan, mi is megvettük. Tehát nem vagyunk elmaradva, nem vagyunk a csúcson, azt mondom, hogy jó középmezőnben vagyunk most azzal, hogy egy programot bevezettek, aminek kapcsán ugye új eszközöket szereztünk. Tengerünk nincs, tehát flottilánk akkor hát nem flottilán nem kell, mondjuk, de Dunai flottilára mondjuk szükség van. Megnézzük a szerbeket azért nekik, vagy a románokat, elég kemény flottilájuk van, tehát Dunai hajók vannak. Nálunk ezt leszervezték, és hát alig van. Meg hát főleg rászálltak a különböző lőszer megszemmisítése, vagy aknamentesítése, meg egyéb dolgokra. Ami oda tartozik, hát nem kifejezetten a flottillának a feladata, de nálunk oda szervezték. De ha megnézzük, például a románoknak van két ezredük, amiket használnak, a nem dandár, a dunai szakasznak a védelmére. Nálunk ezzel nem foglalkoznak, de annyira nem is meghatározom, mert nem hiszem, hogy a környező országokból bármelyik országnak a tengerészeti, a folyami flottája támadást indít a Magyarország ellen, mert példa se volt, tehát szerintem ez így ahogy van, jó. A szocializmus idején a magyar néphadsereg bárhol bármi probléma volt, árvíz, építőtábor, nem voltak kezek, akik leszedjék a gyümölcsöket, akkor a hadsereg ott termett. Ma mennyire működik közre a mindennapi problémák elhárításában a hát magyar hadsereg? Ezt úgy hívták régen, hogy a népgazdasági feladatok. Ma már erre megvannak szervezetek, léteznek szervezetek, amik ezeket végrehajtják, nem feltétlen kell a hadsereget erre használni. Nem beszélve arról, hogy nincs is képesség. Tehát amikor volt egy több mint 100 000 fős hadsereg, nyugodtan nem mertek szeptemberben kukoricát törni. De amikor van egy 20-valahány ezeres hadsereg, annak a feje, a vezetői állomány, tehát a harcos állomány az meglehetősen szerény, tehát ettől kezdve ilyenre fizikailag nincs kapacitás, mert ugye vannak a külföldi missziók, amiben részt kell venni, van a speciális honvédelem, amit el kell látni, egyszerűen erre nincs is ember, tehát nincs is ilyen feladat. Katasztrófa helyzetben, a katasztrófa védelem segítségére, ez benne van a törvényben. Értem. Napjainkban hatalmas toborzást láthatunk. Ezek az önkéntesek toborzása, vagy inkább a páncélosokhoz való toborzás? Hát ugye beígértük azt, hogy egy dandárt, egy közepes, majd egy nehéz dandárt készítünk a NATO részére, szerelünk fel, létszám és fegyverzet tekintetében, ez a tatai ugye, és hát nyilvánvaló, hogy oda kellenek emberek. Hát megértek a technikák, vagy jönnek a technikák folyamatosan, ahhoz viszont kell ember, nem nagyon lehet találni, nem könnyű találni. Tehát itt azt mondja, hogy 700 000 forintos bruttó fizetést ajánlanak föl. Igen ám, ez így rendben van eddig, csak azt sem szabad elfelejteni, hogy ezeket oda küldik, ahova éppen akarják.
Most képzeljük el egy mai helyzetben egy fiatalnak a dolgait, hogy akkor el kell menni mondjuk egy lakást bérelni, hogyha az illető mondjuk Budapesten lakik, akkor elhelyezik mondjuk Békés Csabára, akkor ott bérelni kell neki lakást. Gondoskodni kell arról, hogy ezt a felesége valahol elhelyezkedjen. A múltban ezt hogy oldották meg, hogy a honvédség lakásokra is gondoskodik. Az már nincsen, tehát az már a múlté. Nagyon szűk lehetőség van erre, tehát ezzel már nem foglalkoznak. Igen, régen ez megvolt. De akkor ez hogy válik életpályává, hogyha nem gondoskodnak? Hát ez a papíron van, hogy életpálya, gyakorlatban ma már úgy van, hogyha megújja a szerződést, akkor fölmond és ott hagyja a csereget. Elég sok van sajnos. Ugyanezt lehet látni mondjuk a rendőrség vonalán is. Tehát ott is őket is helyezik ide-oda, amoda, nincsenek rendesen megfizetve, nincsenek biztosítva azok a feltételek, hogy mondjuk a családot hogyan tudja elhelyezni, vagy a feleségét, vagy a gyerekeket, ugye, hát sok minden közbe szól, és hát meglátják, hogy mi a belső helyzet, akkor azt mondják, hogy köszönöm szépen, továbbiakban nem vállalom. Ezért van ez a nagy toborzási kampány, vannak, akik jelentkeznek, aztán vannak, akik rövid idő után azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem erre számítottam. Ez a mesztelen igazság. Akkor most elmondom, hogy mi vár még ránk, és utána búcsúzunk. Kedves nézőim, hamarosan jön a híradó. A híradó után vendégünk lesz dr. Kökény Mihály, volt egészségügyi miniszter, majd Székesfehérvárról érkezik a DK országgyűlési képviselőre, Földi Judit. Utána jön a meglepetés, hisz a főszerkesztőnőnk Osváth Sarolta meginterjúvolja Bayer Ilonát és Takushi japán magyarságkutatót, és ezzel majd véget ér mára a pirkadat. De mindenek előtt most előzetesek, az előzetesek után érkezik a híradó után Kökény Mihály, Földi Judit, Bayer Ilona a főszerkesztőnővel, és lesz pirkadat extra is, Plati Iván nyugalmazott államtitkárral. Ez a mai kínálatunk. Tartsanak továbbra is velünk.